Köszöntöm a kedves nézőket! Molnár Fecskék a Szegedi Hőközponton és Móna Liza a Makkosházi körúton. Szeged egyre színesebb látványáért egy kreatív csapat felelős, akik már nem csak magánrendelést kapnak, hanem a város is megbízta azzal a feladattal, hogy tegyék színesebbé közterületeinket. Vendégem a stúdióban Marton Ákos és Vinko Leo, a street art képviselői. Köszöntelek titeket a stúdióban. Először is mutatkozzatok be, kérlek. Azt már tudjuk, hogy a festményeitekkel színesítitek a várost, de emögött van munka, van egy csapat, meg gondolom már egy történelmetek is, úgyhogy mit kell rólatok tudni? Itt végeztem a Juhász Gyula pedagógus képzőkarán, grafikus festő szakon, és egy olyan 7-8-9 éve tevékenykedünk itt ezen a területen, itt Szegeden. Hogy néz ki nálatok egy munkafolyamat? Hát attól függ most, hogy mekkora méretről, meg milyen területről van szó. Elsősorban a közterületen, bocsánat. De ha mondjuk egy ilyen viszonylag nagy murálfestésről van szó, akkor egy elég hosszas előtervezés, utána folyamatos kapcsolattartás a megrendelővel, a környezettel, a lakókkal, és utána, hogyha már megvan egy irányvonal, vagy egy téma, utána, hogyha mindenki rábólintott, akkor egy ilyen hosszasabb anyagbeszerzés és hát egy ilyen kicsit ilyen szakmai része az egész folyamatnak, aztán pedig a kivitelezése talán már a legélvezetesebb. És kinek mi a feladata a munka folyamat során? Hát sziasztok, Vinko Leo vagyok. Nos, hát a csapat másik tagja lennék én. Általában ketten dolgozunk. Hogy kinek mi a feladata, ez így az évek alatt már úgy kirajzolódott nálunk. Tehát nagyon, én úgy gondolom, hogy nagyon jól össze tudunk dolgozni. Először felvázoljuk ezeket a képeket. Ugye megvan minden anyagunk, megvannak a tervek, ott van a fal, így összeállt minden. Az emberek ezt nem látják, de ez egy ugyanolyan hosszú folyamat, mint maga az elkészítés. Fölrajzoljuk ezeket a különböző ábrákat, először a háttérrel kezdünk általában, és akkor utána jönnek a különböző dekorációs formák, figurák, amiket már láthattak itt Szegeden is. Megtalálhatók elég nagy terjedelmű festményeitek. Mire kell figyelni ilyen nagy méretek festése során? Hát például, hogyha még az előzetes munkákról beszélünk, akkor egy nagyjából az anyagköltség belövésével azért eléggé mellé lehet nyúlni, hogyha még nem dolgozott valaki ekkora méretben. Szóval az elsődleges az, hogy meg tudjuk határozni azt, hogy mire van szükségünk, meg mennyi anyagra, hogyha tényleg egy hatalmas tűzfalról van szó. Utána pedig belülni a nagyjából, hogy mekkora a kivitelezési idő. Ezeket például mindent folyamatában tanultuk meg, hogyha azt nézzük a legelső munkánál, nem tudtunk volna például egy ilyenre mit mondani. Ez például nagyon fontos, amikor már megvan a terv, meg elkezdtük, akkor, hogyha ezekhez már mondjuk van elég tapasztalat, akkor nagyjából tudjuk magunkat tartani. Mit tartotok a legnagyobb munkátoknál? A legnagyobb munkánknak? Hát egyértelműen a napfényfürdő Akropolis lévő festményeket, hiszen ott körülbelül minden háttérrel, minden festéssel egy olyan 13.000 négyzetmétert festettünk ki. Tehát nagyságrendileg ez a legnagyobb. De hát talán a leglátványosabb is, mert azért ott 16 méteres bálnákról beszélünk. A másik ilyen nagyon látványos az a fecskés fal. Hasonló színvilágot képvisel, de hát egyértelműen a kérdésedre válasz az, hogy a legnagyobb munkánk az volt, a fürdő. Ha jól olvastam, akkor talán Darun is dolgoztok. Milyen érzés ilyen extrém területeken festeni? Hát mondjuk nem egy megszokott, előtte nem festettünk, inkább állványon, viszont Halason festettünk egy egész nagy tűzfalat, és ott azért elég nagy problémákba ütköztünk, mert egy ilyen távolságból, már egy ekkora távolságból már nagyon sokat takar a képből az állvány, ezért inkább darus kocsikkal, emelő kocsikkal kell dolgozni. Egyébként tökre jól tartható, vagy sokkal jobbnak gondolom, csak hát ugye meg kell tanulni azt kezelni, meg hozzászokni ahhoz, hogy annak van egy ideje felmenni, lemenni, szóval egy naponta ezer órák elmennek, hogy felmenjünk, lemenjünk, arrébb álljunk, tehát magával a festésnek mondjuk. Ezt ti kezelitek egyébként, vagy van hozzá? Kénytelenek vagyunk, igen. Kicsit félelmetes, én már ragadtam fönt. Az a tehetetlen érzés, hogy ekkora kosárban, mint ez az ágy fönt vagy, vagy még kisebb, és így akkor se föl, se le. Ákos meg jött a másik darúval, és kimentett, mondjuk így. Először furcsa, de hát hozzá lehet szokni. Csak hát ne fönt jusson eszedbe, hogy tériszonyod van.
Igen, tehát akkor, de van egyébként valamilyen követelménye ennek, vagy valamilyen előírásoknak megfelelően? Persze, természetesen. Előírásai vannak, de ez egy nagyon egyszerűen működő. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy adnak nekünk egy kulcsot, rámutatnak a dalura, és akkor tessék, használjátok, egy hónap múlva jövünk, hanem azért megmutatnak mindent, de tényleg nagyon egyszerű. Kell hozzá engedély? Magához, a daruhoz szerintem igen, de ahhoz, hogy kezelni kell, én ahhoz nem. Általában lezárt helyen dolgozunk. Tehát ott nem jönnek be oda emberek. Ezek általában úgymond magánterületek. De hát megfelelő felszerelés, védő, ki vagyunk kötve, tehát ezek kellenek mindenképp. Nem csak azért, mert hogy munkavédelem, hanem ezek alap dolgok. Amikor ott fönt vagytok, és egy viszonylag nagy területen festetek, nem vesztek el ott a részletekben, hogy ott közelről kell nézni a képet? Hát ez megint csak szerintem tapasztalat kérdése. Még emlékszem, amikor a legelsőjét festettük, azért egy ilyen 2x2 méteres falnál azért ott is ugyanúgy el tudtunk veszni, csak nem kell annyiszor hátra menni. De hogyha már így van tapasztalata az embernek, akkor így nagyjából tudja, hogy milyen árnyalatokat, milyen megoldásokat lehet, mert kell alkalmazni, mert csomószor az van, hogy közelről tök jól működik egy képen egy átmenet, de messziről nem is látszódik. És ezért egy kicsit ilyen expresszíven, vagy ilyen nagyobb foltszerű megoldásokkal kell így ezt az egészet kezelni, mert végül is ezeket a képeket rajtunk kívül utána már nem fogja látni senki sem olyan közelről. És végezetül milyen látványosságra számíthatunk még? Hát tulajdonképpen most van egy-kettő kirajzolódó terv, ez az időtől függ, mert ugye lassan beköszönt a rossz idő, de van egy ilyen terv, hogy egy tűzfal, valahol a belvárosba, egyelőre ennyit árulnánk el, illetve hát ami még tervben van, az Újszegeden egy fűtőmű, de ez is még időfüggő, ezek amik olyan látványosabbak. Most jelenleg a Bábszínházban dolgozunk, a Bábszínháznak az alját, azt most újítottuk fel tulajdonképpen, megújultak a falak, a bútorok és minden egyéb. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon szépen. Köszönjük. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is.